Moszkitóit szúk, kereslek. Elértük a landing zont, üres, körbevesszük. Jöhettek. Jó. Nem lőhettek addig, amíg nem lőnek ránk. Vegyük körbe. Megérkezett a tök királyra a landing zónra, elkezdik a tankolást. Nem maradjunk itt védelé? Nem, elég jó. Kiló 6. Igen, ti menjetek előre és derítsétek fel a kiló 6-ot, a 9-es pont. Ja, a 9-es tisztás, az nincs messze. Igen, ne bocsátkozzatok, az csak akkor, hogyha fölismernek titeket. De az lesz a következő variáció, hogy fölmentek oda, és onnét átmentek a 7-esre. Jó, csak azért, hogy a közelébe erdőt is fölgyünk. Lejelentjük, hogy mit látunk. Itt ez az a tisztás, vegyetek fel egy védelmet, amíg megnézem, mi van középen. A 7-es tisztás tiszta, ásványvizek vannak ládában. Mi a terv? Induljunk tovább a 7-es tisztásra. Ez már messzebb egy, mint a 7-es. Na, erre nézzünk körül. Az akkor, hogy csináltak egy csomó útonát. Innen indultunk el, az irány az egy kicsit visszamentünk, ezen az úton megyünk, szerintem tovább megyünk a 8-asra. Be kéne mondani valamit. Egy bekötő út nem volt itt? Arra van szerintem. Az ellenfél arra felé van, ha itt még itt ott őket, 10 gondolatokat, de nem az a céljuk. Bélszint szerint most nem az a célunk, hogy levadászik őket. Igen, pedig jó lenne, de sajnos az nem az a játék. Úgyhogy megyünk tovább. Egy ember azért figyeljen mindig errefelé, nehogy jöjjenek a hangra. Halottaktól jobbra van 2. Jó, 3 halottak vagyok, valószínűleg az egész vagyok meghalt. Látjátok a halottat? A halottól balra, hátrébb van egy medik elő.
időben jöttünk segíteni. Igen, és ne arra úgy jutottam el még egyszer öttem, de mögötted volt a medik. Szóval ugye, jól gondolom, volt mögötted egy medik. Próbáltam úgy lőni, hogy melléd menjen, de hallottam, hogy ugyanúgy koppant, ugyanaz a szemüveg körül valami. Vigyük be őket a hátkurakhoz. Nem kell fölmedikálni őket, hogy valami fegyvert elkobozni? Semmi, annyi volt, hogy vigyük be őket. Figyelj, kitározunk. Nem kell. Ne. Jó, itt akkor a kocsi. Főnök, rakjuk be őket a kocsiba? Kérem, hölgyeim, szálljanak be a járműbe. Nem találkoztunk még barátságos határőrrel, mindenki egyből. Nem feszültek meg. De azonnal ránk lehet. Azonnal. Mi csak arra jöttünk oda, hogy jöttek a másik szakaszt. Igen. Békésen sétáltunk csak. Mondom, meg már nem nagyon. Előttetek egyetlen egy rajjal találkoztunk, mármint ellenféllel. Láttuk őket messziről, gondoltuk, megyünk tovább, mert nem az volt a küldetés, most csak felderítünk. Elkezdtek sorozni kurva messziről, úgyhogy ja. Nem is láttam, hogy a BB-k a közelében lenne valami. Soroztak, összenézünk, viszont három sniper, kettő öleges, bementünk a bokrokba, fúj. Jó, az első kettő ide, a második kettő oda, teljesen mindegy, cucoljatok a jelenetet. Köszönjük. Nincs üt. Még a Gábor az abba hagyja az egészség. Hát kéne menni a másik szobába. Értem csak, hogy hát, most megy! Egy csóra kirögtem. Látom őket, abban az irányban vannak, bézbosotkás, és távolodik az úton. Innen 80 méter, az messze van. Innen 80, a farakás. Maradhatod halvarok közelében, én egy nagyobbat kerülök, elmegyek arra egy 30-50 métert, és mögöttük bejövök. Jó.